Szeretettel köszöntjük Önöket az ünnepi könyvhéten, a 95. ünnepi könyvhéten. És itt egy pillanatra emlékezzünk meg Supka Gézáról, aki irodalomtörténész, régész volt, és nem kevés munkája volt abban, hogy az ünnepi könyvhét létrejöhessen, ami által a közönség találkozhatott az írókkal. Tehát ez 95 évvel ezelőtt kezdődött. Mi itt a Szénatéri Könyvtárban úgy döntöttünk, hogy egy olvasás népszerűsítő programot fogunk csinálni. És szeretném Önöknek bemutatni Ott Annát. Jó napot kívánok! Aki főállású olvasó, a Hadikorodalmi Kávéház művészeti vezetője, a Margó Irodalmi Fesztivál egyik főszervezője, egyetemi oktató, könyvklubok szervezője, és a nevéhez kötődik a legnépszerűbb magyar irodalom tematikus Instagram oldal, ami közel 40 ezer követőt tudhat magáénak. Akivel együtt olvastuk Nádas Pétert, akitől megtudtuk, hogy olvassunk Krasznahorkai Lászlót, és Lincény Márkó szerint az olvasás pápája. Ezt nem hagyhattam ki, úgyhogy szeretettel köszöntünk itt a Szénatéri Könyvtárban. Köszönöm a meghívást. Akkor ha megengedik, én is leülnék. És akkor az első kérdés az lenne hozzád, hogy mi a Margó Irodalmi Fesztiválon beszélgettél a Kovácsikrekkel, Kovács Dominik és Viktor, a Lesz Minden című családregényről. Szentesi Évával az új könyvéről, és volt egy élő beszélgetés Eduard Louis könyveiről. A Leszámolás az Edivel, ez volt meg nálunk, ezt mi olvastuk is, hogy tudjuk, hogy miről van szó. És akkor erről, ha beszélnél nekünk, hogy ez melyik, milyen élmény volt ezeket megszervezni, és hogy ki volt az a szerző, akivel a beszélgetés érdekesen sikerült. Igen, a Margó évente kétszer mindig egy ilyen felfokozott állapot. Egyrészt azért, mert nagyon sok könyv, a könyvhét, a könyvfesztivál és a két Margó, így a fővárosban, ezek fontos időpontok az irodalmi szakmában, és sok könyvekor jelenik meg. Úgyhogy a Kovács Ikrek regénye, első regénye, őket a színházból lehet ismerni, az a különleges, hogyha esetleg nem ismerik a nevüket, hogy ők tényleg ikrek, egypetéjükrek, ugyanúgy néznek ki, és együtt írnak. Na most ez szerintem önmagában nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy a beszélgetésünk első része erről szólt, aztán átkanyarodtunk oda, hogy mit tud az irodalom a színházzal szemben, szóval miért úgy gondolták, hogy az a történetet, amit el szeretnének mesélni, ezt nem színpadra viszik, hanem könyvben fog megszületni. És tényleg hát egészen elképesztő este volt, hogy egymás szavát bavágva fejezték be egymás mondatát, ugye nagyon koncentráltam, ilyen jeleket kerestem, hogy ki kicsoda, és ő meg tudja őket szólítani. Szóval hogy ez volt az első beszélgetésünk, és ez megalapozta az egész Margot. Aztán Szentes Évával beszélgettem, aki most éppen kórházban van, és innen is nagyon-nagyon-nagyon drukkolok neki. Egy gyönyörű könyvet írt, akkor még azt gondoltuk, hogy arról, hogy milyen eltávolodni ettől betegségtől, és milyen az időbeni és pszichés távolságban ránézni a rákbetegségre. Nagyon remélem, hogy ezután is erről fogunk tudni beszélgetni vele. És van mindig egy ilyen ünnepi része a Margónak, amikor átadjuk a Mastercard alkotótárs ösztöndíjat, amit azért hívtunk életre, hogy persze, ugye azt mondják, hogy egy könyv mindenkiben van, hát én még nem írtam meg a sajátomat, nem tudom, hogy Önök hogy vannak vele, de hogy állítólag egy mindenkiben benne van, de hogy, és még nehezebb a másodikat megírni, mert hogy az elsőt úgy, hogy megírja az ember, azzal felteszi a nevét az irodalmi térképre, de utána nagyon sok elvárás kötődik a másodikhoz. Úgyhogy a második könyveseket szoktuk ezzel az alkotótárs ösztöndíjjal segíteni. És hát igen, különleges volt, mert két podcastet is felvettünk élőben. Az egyik a Nem Rossz Könyvek podcast, a másik pedig ez a Ezt Senki Nem Mondta című podcast. Úgyhogy még ezek is belefértek ott a Margóban. A Leszámolás Edivel valóban egy, amúgy nagyon ajánlom, és én is csak könyvtárban tudtam megszerezni, mert már nem beszerezhető, vagy én nem tudtam megrendelni sehonnan ezt a könyvet. Egy 90-ben született francia fiú története, ami azért különleges, mert egy picike faluban született Franciaországban, munkás családban, és elég hamar kiderül, hogy ő homoszexuális, és hát ez elképzelhetetlen a faluban.
egy nagyon-nagyon-nagyon férfi központú, munkaközpontú társadalomról számol be, és ezzel próbál leszámolni. Szóval őt, a könyv megkívánt, hogy egy szociológussal beszélgessünk róla, mert hogy olyan társadalmi mobilitás, így mondják szaknyelven, szóval azt történik, hogy ez a fiú el tud onnan jönni, és Párizsban egyetemre jár, és az a kérdés, hogy vissza tud-e utána még menni a családjához, mert szinte már nem egy nyelvet beszélnek ők. Igen, és hát híres író lesz tulajdonképpen. És világhírű lesz. És most jelenik meg, vagy jelent meg, nem tudom, még két újabb könyve. Azt hiszem, hogy az egyik az édesanyja szemszögéből ugyanez a téma, a másik meg talán az apuka. Irodalmi szempontból pedig tényleg ezért érdekes, amit most mondasz, hogy megírta ezt a leszámolás Edivel, ami a család története, és utána külön veszi, megírja az anya történetét, és külön megírja az apja történetét. És ő azt mondja, hogy csak ezt a történetet hajlandó, vagy tudja írni, és most már 5. vagy 6. könyve jelenik meg franciául. Ugye Annie Ernaux is ezt csinálja igazából, ez a francia hagyomány úgy látszik így nagyon erős, és engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy mit lehet, miért kell újra és újra megírni, megteremteni ezeket a problémákat, mit tud az irodalom, hogyan tud segíteni neki. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes beszélgetések voltak, és hát folytatjuk össze, mert azt készítjük elő. Várjuk, köszönjük szépen. És akkor ezt itt említettük, hogy a Hadik Kávéházban is dolgozol, és itt az lenne a kérdés, hogy mit jelent a Hadik Kávéház a mai fiataloknak, és hogy tudjátok bevonzani például a gimnáziumi korosztályt, a gimnazistákat, vagy az egészen fiatalokat, és hogy ez sikerül-e? Igen, a Hadikban idén, márciusban már 10 éve dolgozom, ez az első munkahelyem volt, és nagyon hálás, meg szerencsés vagyok, vagy hálásnak érzem magam, és szerencsésnek tartom magam, mert hogy hát, hogy a Hadik van nekem, meg ez a csapat, akikkel dolgozhatom, van nekem. Amikor én oda kerültem, akkor arról bemagoltam, amit a Hadik Kávéházról tudni kell, Karinti, Kosztolányi, mit jelent az irodalmi kávéház, mit jelent a Budapesten a kávéházi élet. És ennek megfelelően próbáltunk irodalmi programokat csinálni. Ez úgy nézett ki, hogy iszonyú elegáns nők és férfiak és írók ültek egy asztal mellett, pódiumon és ugyanígy széksorokban ült a hallgatóság, és egészen egyszerűen elkezdtük azt érezni, hogy ez már nem jó, nem kell, hogy így beszéljenek az írók. Beszélgessünk a könyvekről, beszélgessünk a szerző nélkül a könyveiről, beszélgessünk közösen, mondják el az olvasók is, hogy mit gondolnak. És valóban elég hamar észrevettük, hogy a fiatalok nem olyan számban jönnek, amilyen számban mi gondoltuk, hogy tök jó lenne, hogyha irodalomról beszélgetnénk. Egyébként nagyon sokan mennek, tehát voltam én is, és ez iszonyatosan tele van. Igen, de csak volt egy olyan átmeneti időszak, amikor azt éreztük, hogy még az én korosztályom is valami, ugye, hát amikor ezt a kávéházat átvették azok a tulajdonosok, akik máig a tulajdonosok, ők meg szerették volna teremteni azt a kávéházi milliót, ami annó, ahogy elképzeltük, hogy ami megmaradt, és tudásunk van róla, hogy hogy nézett ki a Hadik. Bársonydrapéria, ilyen nagyon-nagyon korhű interiőr, ami valószínűleg nagyon mást képet hordoz, mint amit mi elképzeltünk. Mindig ahhoz térünk vissza, hogy mit jelentett a Hadik akkor. A Hadik egy szociális tér volt, egy találkozóhely volt. Mindenki tényleg ott töltötte az idejét, azért, mert akkor még mondjuk nem voltak olyan lakhatási lehetőségek, hogy Karinti a barátaival a nappaliában találkozom, mondjuk nem volt fűtés, nem volt telefon, szóval, hogy persze voltak ilyen tényezők, amik ezt segítették. És akkor mi azt döntöttük, hogy egy részről nagyon progresszív programokkal szeretnénk a fiatalokat megszólítani. Ekkor jött be a Slam Poetry, Závada Péterrel és Simon Mártonnal. Még ebben a millióban és ebben az interjúban iszonyú érdekes volt, hogy ezek a rapper költő fiúk így teletetoválva álltak Karinti törzs asztala mellett, és utána viszont átalakítottuk az interjút. Azt éreztük, hogy egy ilyen drasztikus változás kell, és ez, és az, ahogyan megpróbálunk az irodalomhoz nyúlni, ez segít talán. Úgy értem, hogy elkezdtünk mondjuk bráncsokat szervezni, nem este, hanem délelőtt tartjuk hétvégén ezeket a programokat, közben mindenki együtt eszik, a szerző, a vendégek, az olvasók, és elkezdtünk könyvklubokat szervezni, ahol tényleg nagyon ritkán érkezik csak meg a szerző, és inkább a könyveiről beszélünk, és valahogy megpróbáltuk ezt a nagyon ilyen kifele-lefele beszélő, pódiumról beszélő
programokat megszüntetni, és valahogy másképp elképzelni, hogy ugyanazt a funkciót tudjuk betölteni, mint akkor. És milyen volt beszélgetni például neked személy szerint, akár Nádasdi Ádámmal, Oltai Katával? Azért ez izgalom előtte? Nádasdi Ádám a hétfőn is beszélgetek, és nagyon-nagyon-nagyon várom, mert lesz még a Nem Rossz Könyvek utolsó részét a 444-re vele vesszük fel. Hát ezek elképesztő élmények. Én tényleg az egyetemről kerültem a Hadikba, és én emlékszem, hogy egyetem alatt egy újságnál voltam gyakornok, és ott a fali újságon ki volt rakva egy vers kinyomtatva, és kérdeztem, hogy mi ez a vers, és mondta, hogy hát ugye szerkesztőnk írta, és én azért akkor is olvasó voltam már, de az, hogy mondjuk vannak kortárs szerzők, akik itt élnek, és civil munkáik vannak, az egy ilyen nagyon, ilyen áldott állapot volt, hogy én velük találkozhatok és dolgozhatok, és ahogy amikor, ezt mindig ezt szoktam elmesélni, lehet, de ez nekem nagyon meghatározó, amikor mondjuk Térei János volt az első, akit fel kellett hívnom, és akkor én tényleg úgy képzeltem a költőket, mint ilyen félistenek, vagy írókat is, és el sem tudtam képzelni, mondjuk azt a telefont nekem felveszi. És akkor innen indultam, és hát máig egy ilyen, bármennyire is régi az ismeretség, vagy akár már barátság közöttünk, én nagyon... nagyon szeretek visszazuhanni az olvasó szerepébe, és őket elképesztően tisztelem, és próbálom. És van, akiért különösen rajongasz is egyébként, mert ezt a beszélgetések kapcsán azért abszolút fel lehet fedezni, hogy valakire azért, mondjuk a Nádas beszélgetések kapcsán abszolút lehetett érezni, hogy ez egy rajongás. Az egy hatalmas rajongás, és ezt is elmesélem, akkor most ilyen titkokat árulok el, hogy éppen egy ilyen megbeszélésről érkezem ide, hogy Nádas Péterrel jövőre is tervezünk egy nagy-nagy közös munkát, legalábbis az ő egyik regényének szenteljük a következő év jó pár hónapját. És hát Nádas Péter valóban ilyen, azért az a hosszú hónapok a Covid alatt, amikor az ő könyveit olvastuk, esztétákkal, írókkal, kritikusokkal, filozófusokkal, és veletek, önökkel közösen, az nekem egyik legmeghatározóbb munkám, és nem csak munka, hanem tényleg ott elkezdődött egy olyan levélváltás, Nádas Péteres, sajnos Covid volt, úgyhogy a személyes utolsó beszélgetés nem jött össze, de egy olyan levélváltás, amiben például hát ez is egy ilyen tökéletes, nem tudom, hogy ide vág, de elmondom, hogy én előbb mondtam el Nádas Péternek a kisbabát várok, mint az anyámnak, mert hogy volt egy ilyen nagyon fura levélváltás köztünk, hogy tudunk-e találkozni, nem tudunk találkozni, titok, nem tudom, és mondtam, hogy akkor most már elmondom, hogy nem tudunk, mert ez a helyzet velem, és akkor egy gyönyörű fotót kaphattam tőle, szóval, hogy elkezdődnek ilyen nagyon érdekes, más típusú beszélgetések, és valóban vannak nagyon kiemelkedő, rajongott íróim. Meg vannak olyanok is, akik hát külön is kell kezelni a szövegeket, meg a személyeket, ez is nagyon nehéz volt nekem az elején. Hát a Nádas Péterrel való kapcsolódásodat mi is nagyon köszönjük. Mert valószínűleg, hogy így, tehát sokkal könnyebben álltunk neki Nádas Pétert olvasni. Tehát itt a vendégek között is van olyan, aki mondta, hogy valószínű, hogy nem olvasott volna Nádas Pétert, hogy ennyit, hogyha ezeket a beszélgetéseidet nem hallgattuk vele. Úgyhogy köszönjük szépen így utóbb. Én is köszönöm, mert valószínűleg én is elvesztem volna, hogyha nem együtt csinálj. És akkor a következő kérdés az lenne, hogy meghatározzák-e élethelyzetek a könyvélményt, a könyvélményeket? Neked például. Hát abszolút, persze, igen. Ez olyan közhelyesnek hangzik, de tényleg így van, hogy nem mindegy, hogy mikor és honnan olvassuk. Mármint a honnan, az élethelyzetre értem, hogy vagyunk mi, hol vagyunk mi, mi van mögöttünk, és mit látunk magunk előtt. Nagyon érdekes, például tegnap volt egy könyvklubom, Alice Smith ősz című könyvét olvastuk együtt, amit én olvastam a megjelenésekor, az első Brexit regénynek szokták mondani. Azért itt a kampányhajrában és a választások hetén olvasni ezt a könyvet iszonyú érdekes volt például. De nagyon-nagyon másképp olvastam. Most nagyon sokat foglalkozom az anyává válása, veszek ez terápiás, vagy hogy próbálom megérteni, mi történik velem, és mondjuk Péter Novák Évának a regényét a megjelenésekor is olvastam, és akkor is nagyon megrendített, de nagyon más, hogy olvastam most. Úgyhogy igen, nagyon igyekszem visszatérni. Kevés lehetőség és idő van erre, hogy újra és újra olvassak könyveket, mert hogy közben jelennek meg szerencsére az izgalmasabb új könyvek.
De hogy nagyon érdekes rálátni, hogy mit nem vettem észre, mi nem szólt hozzám, mi nem állt össze, mit nem akartam észrevenni egy-egy könyvben. Akkor egy percig maradhatunk még az anyává válásnál. Tehát ez a mi történik az emberrel, ha szülővé válik, és itt egy kicsit kapcsolódunk. Mesélted egy riportban, hogy a Szentendrei könyvtárba mentél be legelőször. Hogy könyveket keres, és hogy ez milyen sikerrel járt? Hát a könyvtár intézmény, és nem csak azért mondom, mert veled beszélgetek, és itt ülök, az nekem egyrészt mindig Szentendréhez köthető volt, ahol én felnőttem, és ahol a legtöbbet jártam, és valami, amikor Budapestre költöztem, akkor nem is jártam könyvtárban, nekem azok valahogy úgy nem voltak otthonos könyvtárak, és inkább visszajártam, és amikor tudtam, hogy babát várok, akkor elkezdtem, azt hiszem, hogy én a világot a könyvek által próbálom megérteni, és ezt az állapotot is onnan próbáltam megfogni, és kerestem, kutattam, és hát ez egy iszonyú hatalmas élmény nekem az, hogy minden megvan, és azonnal megvan. Szóval, hogy beszerzik, ha nincs meg. És beszerzik, ha nincs meg, de hogy tényleg például itt van a leszámolás Edivel, amivel tudtam, hogy nagyon szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy kell is vele, munka lesz, beszélgetés lesz, sehol nem tudtam, és oda sétáltam, és megvolt, és az enyém. Szóval ez az élmény, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Másrészt pedig ez, hogy a fiammal is járhatok már könyvtárban, és ott is minden fellelhető, és ott mi hosszú órákat el tudunk tölteni együtt, mert egy játék, meg egy kaland, az pedig egy szuper elfoglaltságunk közösen már. És akkor ebből az anyasággá válás témából, nem tudom, akkor alakult ki ez az Ezt senki nem mondta podcast, hogy akkor indult el? Ez egy nagyon sokáig váratott, mert nagyon sokáig azt éreztem, hogy ez nagyon magánügyem, senkit nem fog érdekelni, ezt egyedül kell tudnom megugrani, nem nyilvánosan, és csak azt éreztem, hogy egy idő után ezek a non-fiction, száraz szakkönyvek, hogy mi történik az ember a terhesség alatt, nevelési elvek, külön van természetesen már mindenről rengeteg szakkönyv, abban azt éreztem, hogy elvesztem. Fogalmam sincs, hogy melyik iskola lesz az, ami nekem való, miben tudok elköteleződni, és azt éreztem, hogy szép irodalmi, emberi történetekre van szükségem. És akkor vettem észre, hogy hát, hogy nem olyan evidens az, hogy én bemegyek a könyvtárba, és leveszegetem a polcról, mert annyi könyv áll sorban, amit női szerzők írtak a saját átváltozásukról, vagy szerepváltozásukról. Hát és akkor elkezdtem tárcsázni a telefonszámokat, és nagyon-nagyon sokat beszélgettem Kismaével, Szabó T. Annával, Tompa Andra, nagyon sokat segített, mondtam, hogy mondjatok címeket, adjatok címeket. És akkor mindig arra jutottunk, hogy nincs olyan nagyon-nagyon sok cím, ami szép irodalom, és az dolgozza fel, hogy mi történik az férfival vagy nővel, amikor szülővé válik. És az volt az érdekes, hogy ezeket a telefonhívásokat rengeteg visszahívás követte. Mindenkiben elkezdett ez így mozgolódni, és mindenkinek volt egy története, hogy vele hogy történt. És akkor azt éreztem, hogy jó, hát akkor most be kell kapcsolni a mikrofont, és úgy tűnik, hogy nem csak engem érdekel ez, hanem sokakat érint, mindannyiunkat, akik nem szülők, azokat is, mert szülőktől érkezünk mi, és szülő vagy anya szült minket. Szóval mindenkinek van egy saját története. És azt gondolom, hogy nekem egy nagyon-nagyon fontos ez a munka, és ezek a beszélgetések is egyre inkább úgy tűnik, hogy másoknak is fontossá vált. Igen, és hát az oldalaidon akkor rendszeresen vannak ugye könyvek, ezeket érdemes megnézni, és akkor lett egy egész gyűjtemény ebből, hogy anyaság az irodalomban. Igen, és erre mindig külön polcon, ez Kis Noémi ajánlata nekem, hogy legyen külön polc otthon, ahol ezeket a könyveket gyűjtöm, és valóban van egy ilyen az e-maileimben egy piszkozat, ahol a címeket gyűjtöm, és igyekszem minden beszélgetés után könyvajánlókat is írni, címeket, hogyha valaki hasonló helyzetben van. Ugye minden beszélgetés és minden szerző hoz egy saját topikot. Tompa András, örökbefogadást, Kis Noémi, a meddőséget és a mesterséges megtermékenyítést, az ikerszülést, Szabó T. Anna és Dragomán György az, hogy hát ezen egyszerre mentek át, és akkor kiírja a regényt, kinek jut csak ideje a verske. Ez egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, és akkor sorolhatnám, és akkor mindegyik egy nagyon más történetet mesél el, amit most
tervezzük a második évadot, hogy sokkal után lehetne még követni, mondjuk egy szakemberrel, vagy bárkivel. Értem, értem. És akkor a következő a podcast, ez a Nem rossz könyvek. Igen. Amit Horváth Bencével együtt csináltok. Ebben egyébként fantasztikus témák vannak, ebben a Nem rossz könyvekben, egy-kettő csak, ha felolvashatnék, ez a kedvenc könyveink korábbi életszakaszainkból, miért szeretjük annyira a skandináv irodalmat, és akkor ezek Anna oldalán mind meghallgathatók. Tehát elolvasható könyv ajánlóval közösen a cikk, és van egy rövid beszélgetés, ami hallgatható formában is. Hogy lesz egy könyv az év legjobb könyve, hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni. És akkor itt én kiválasztottam egyet, ezt a népmesék sokszor túl korán jönnek, a kiskamaszok valós problémáiból viszont nem kérünk. Ezt amiatt választottam, mert itt vártuk Csóka Juditot, de nem ért ide sajnos. Itt a Szénatéri Könyvtárban van egy nagyszerű program, meseföldrajznak hívják, és Csóka Judit, meseterapeuta, pszichológus, felnőtteknek olvas meséket, és ez már hosszú évek óta működik nagyon jól. És ehhez ajánlottál te két könyvet, ezt az Alice Miller és a Martin Miller könyvét. Esetleg, ha erről tudsz nekünk valamit mondani, mert ezek nagyon érdekesek, ezek a, tehát maga a téma. Igen, a Nem rossz könyvek az én életemben is nagyon-nagyon fontos. Ez a 444.hu-nak a gyakorlatilag irodalmi podcastja, ahol engem bevettek a fiúk, és egyrészt ők is nagyon boldogok, hogy van ilyen, hogy a közéletből és a politikából kitekinthetnek, másrészt pedig Horváth Bence, akivel ezt csináljuk, ugyan akkorák a gyerekeink, úgyhogy például ez a népmesés és a mesés rész ez ezért született, mert hát elég sokat olvasunk otthon meséket. És az Alice Miller és Martin Miller könyvek szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes témát boncolgatnak. Azért sem mentem jobban bele, mert ez sem fellelhető csak könyvtárban gyakorlatilag. Alice Miller egy nagyon-nagyon híres pszichológus, azt hiszem pszichoanalitikus, aki gyakorlatilag az alaptétele, amivel megismerte őt a világ, hogy egy ilyen nagyon gyerekcentrikus pszichológiát kezdett el alkalmazni, hogy itt nincs ilyen szülő, nem is tudom, hogy hogy mondják, szóval hogy nem az történik, hogy a gyerek az a szülőnek a tulajdona, és önálló identitása van, önálló érzései, stb. Azért ez, azt hiszem, hogy ez a 50-es, 60-es években egy újfajta iskola volt a pszichológián belül is, és nagyon-nagyon-nagyon, tényleg nagyon sokat tett a gyermekpszichológiáért ő maga. És hát az a helyzet, hogy én ez rendkívül jó, elmentem a könyvtárba, mindent a Miller polcra levettem, de hát ott volt egy Martin Miller is. És hát elolvastam. Nagyon nagy hatással volt rám Alice Miller. Nagyon radikálisan például azt is mondja, hogy ha a szülő a gyerekét traumatizálja, abuzálja verbálisan, bárhogyan, annak a gyereknek igenis mondjuk például meg kell szakítani a kapcsolatot a szüleivel, és akkor azon gondolkodik sokat, hogy ez miért megy ilyen nagyon nehezen, miért, szóval ez nagyon radikális, nagyon sokat gondolkodtam. Itt szabad-e ilyet? Behozza az Isten hitelt, a Bibliát, hogy mit tudunk, mit tanulunk, a társadalmat, és egyszer csak véget ért az összes Alice Miller könyv, amit elolvastam, mert jött Martin Miller. Hát kiderült, hogy ő Alice Millernek a fia, aki szintén pszichológus lett, és az a helyzet, hogy ő megírta a saját történetet a saját anyjáról. Másik oldalról. És akkor most így próbálgatom hónapok óta összerakni ezt a képet, hogy hát igen, a Schuster cipője, vagy nem is tudom, hogy mondjuk, hogy milyen anya volt Alice Miller, hogy az ő elméleti tudása mennyire egészen elképesztő, de azt mondjuk a gyakorlati pszichológiában mennyire nem lehet alkalmazni, egy családterápiában mennyire nem lehet alkalmazni. Kiderül természetesen egy ilyen nagyon durva másik világháborús múlt, amiről Alice Miller egyáltalán nem beszél, hogy ott mi ment keresztül, mit kellett neki megtagadnia. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a kettő így egy egész képet adott ki, és engem hosszú hetekre, hónapokra így magával ragadott, és hát maga alá is temetett. Hát és ez a háborús múlt nagyon érdekes egyébként, mert napjainkban ezt éljük. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy egy korosztály, akinek a szülei most ezt átélik, hogy hát, hogy milyen felnőtt lesz, és hogy ezek nagyon nagy számban vannak. És akkor itt egyébként meg is említhetjük a Határhelyzetek könyvklubodat, ami picit ehhez kapcsolódik. Igen. A Határhelyzetek könyvklubot a Magvető kiadóval közösen csináljuk, havonta egyszer, amire utalt eszem a Zsadán.
Zsadán egy ukrán író, költő, a Harki Fotel az egy verses kötete, a Diák Otthon pedig egy prózai műve, ez már az ukrán megszállásról, vagy orosz megszállásról szól. Aki egy hete jelentette be, hogy ő most beáll az ukrán hadseregbe harcolni, eddig csak idézőjelbe teszem, mindenféle civil munkát próbált elvégezni ott a háborús területeken, Ukrajnában. Nagyon-nagyon sokat tett ott a társadalomért. És a határhelyzetek az egy olyan, azt próbáltuk, úgy próbáltunk összeválogatni könyveket, hogy egyrészt fiatal, európai szerzők legyenek benne, talán első könyvesek is nagyrészt, akik valami nagyon-nagyon különleges vagy témát boncolgatnak, vagy nagyon más nézőpontból néznek rá egy témára. Úgyhogy így válogatok, és hát persze itt van Kárl Uwe Knősgård, életem másik nagy szerelme Nádas Péteren kívül, akit én könyörögtem be a második évadban, hogy hadd legyen benne a könyvklubban, se nem első szerző, vagy első könyves szerző, de hogy, sőt, de hogy nagyon fontosnak tartom az ő munkásságát is, legalábbis rám nagyon nagy hatással volt. Szóval itt pedig próbáljuk a fiatalokra és az új hangokra így rá irányítani a figyelmet. És ez a határhelyzetek könyvklubnak talán egy elkövetkező része lesz majd, ez a Hajnalcsillag. Tehát erre lehet még az oldaladon keresztül regisztrálni, jelentkezni, tehát hogy ez még ezután következik. Igen, mert májusban véget ért a könyvklub, de szeptembertől újra olvasunk májusig, és ezt most úgy láttuk jónak, hogy egyszerre meghirdettük, hogy bárki be tudja osztani, hogy mikor tud csatlakozni, mikor lássa, hogy mikor melyiket olvassuk. Úgyhogy most májusig szabad a vásár, és még mindenhol van hely. Igen. Vannak helyek, így van. És ilyen a British Council könyvklub a talán tél a következő. Igen. Amire lehet még jelentkezni. Igen. Jó, köszönöm szépen. Akkor a skandináv szerzőkről még esetleg, hogy miért szeretjük őket olyan nagyon, szeretjük mi is. Nálunk is van egy olvasóklub, és Stefánszon könyvet olvastunk, azt választottuk, a Hiányod maga a sötétség. Ezzel kezdtük az olvasóklubunkat. Igen, hát és csoda, csodálatos. És ő jön most. Igen. Hát a skandináv irodalom valami olyat tud, nálam nincs a bölcsekkövel, csak érzetekről tudok beszélni, hogy amit én ismertem az irodalomról, vagy tapasztaltam kortárs irodalomban, mondjuk a magyar irodalomban, attól nagyon-nagyon más, amit a skandinávoktól kaptam. És semmihez sem hasonlítható. Egy ilyen nagyon tiszta nyelv, egy nagyon egyértelmű beszéd, egy nagyon lírai, közben végtelenül egyszerű, szűk és nagyon letisztult mondatokkal mond el olyan történeteket, amikkel általában az ember az élete során nagyrészt találkozik, de nem olyan nagyon kényelmes vele szembenézni. És azt gondolom, hogy az irodalom ebben nagyon sokat tud segíteni, hogy ha egyedül vagyunk, akkor talán felsejlik ilyesmi az életünkben, és úgy elkapjuk a fejünket, vagy valami mással próbáljuk meg eltölteni az időnket, de hogyha ott vagyunk bezárva egy ilyen könyvvel, akkor muszáj szembesülni, és én nagyon végtelenül szeretem. Például itt van ez a Válasz Helga levelére, egy aprócska, egy délután alatt kiolvasható kis füzet, nincs 100 oldal, és benne van egy életnyi tényleg történet, érzés, tapasztalat, bölcselet. És gyönyörűen megírva. És gyönyörű, és izlandi, és a természet, és az ember kapcsolata, Isten, állatok, nem tudom, szóval minden benne van. Nem pátoszos, nagyon szikár. És ezzel engem teljesen... És hát itt az ellentetje, Kárl Uwe Knősgård, aki 800 oldalakat ír, és 5 része van egy sorozatának, ilyen mennyiségben. De ő is valahogy, valahogy túlírva, de ugyanezt csinálja, és engem ez teljesen lenyűgöz. A következő olvasóklubon emlegettünk téged, mert a következő témánk Marina Bugárián könyvei voltak, a Simont olvastuk, és akkor itt említettük a vendégeknek, hogy te fogsz vele beszélgetni. Ezt már lehet tudni? Igen, ezt megjelent nyomtatásban. Reméljük, te is tudsz róla. Én tudom, csak azt hittem, hogy igen, nagyon megtisztelő, hogy én nagyon szeretem őt. Igen, lesz egy új könyve, igen. Most a címet nem írtam föl, de lehet tudni a címét is egyébként, és azt olvastuk, hogy te fog. Erre hogy készülsz például?
Erre úgy készülök, hogy ez októberben lesz, és most egy kicsit eltartom magamtól, hogy nem most újra szeretnék olvasni mindent. Igen, és újra, hogy lássak valami, hogy ne csak arra a könyvre, ugye mindig az a nehéz egy-egy ilyen beszélgetéskor, hogy általában a közönség még nem olvasta. Szóval úgy időzítik a szerző érkezését, hogy megjelenjen a könyv mondjuk előtte pár héttel, de azért egy civil olvasó nem biztos, hogy azonnal el tudja kezdeni, amint megjelenik, és be tudja fejezni a szerző érkezésére. Úgyhogy mindig nagyon nehéz úgy beszélgetni valakivel, hogy a közönség, hogy ne spoilerezzünk, mondjuk még nem értik feltétlenül, hogy miről van szó. Úgyhogy egy életműről szeretnék beszélgetni, a motivumokról. Stefan Zona volt alkalmam tavaly beszélni, ott is ezt próbáltam, hogy ilyen felfejteni a könyvei közötti vagy nagy ellentéteket, vagy nagyon erős motivumokat, ami mindenhol megjelenik. Hát nála nem jártam sikerem, meg engont, hogy nem emlékszik az előző könyveire annyira. Úgyhogy így ültünk együtt, és akkor elmeséltem, hogy azt írtad benne, hogy de, hogy ez nagyon végtelenül jó humorú ember, és hát bármit is mondott, a közönség ovációba tört ki, úgyhogy így készülök, hogy az egészre el szeretnék így rálátni valahogy. A könyves magazinban is írsz elég gyakran, ott Valuska Lászlóval dolgoztok együtt, és talán ti dolgoztok ezen is, hogy lesz egy könyv az év legjobb könyve. Azt lehet tudni, hogy a 2024-ben a Hajnalcsillag, a Sokszor nem halunk meg, és a Vida Gábornak a Senki háza. Ennyit tudunk most. Te tudsz többet? Én azon a listán szerencsére nem dolgozom. Azon nem dolgozom. Az a könyves magazinnak most már jó pár éve, nagyon talán 10 éve is van, hogy minden évben megcsinálják a top könyveket, és ez hát most már egyrészt szakmában is nagyon elfogadott, másrészt az olvasók is nagyon figyelnek erre a listára. Eszméletlen harcok, viták, mármint amit én hallok, amikor bejárok oda. És kik döntenek ebben? Az újságírói a könyves magazinnak, a főállású újságírók döntenek, és hát igen, beszélgetünk Bencével, meghívtuk a Valuska Lászlót az egyik beszélgetésünk, hogy lehet ennek egyáltalán nekiállni, és mi alapján, és van-e szabályrendszer, és hogy lehet kategorizálni egyszerre kortárs, külföldi, magyar, lírát, prózát, vagy hogy? Nem is tudom, és nem is gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos munka lehet, viszont nagyon fontos. Szerintem én nagyon szeretem a listákat, amivel most megtiszteltem. A Valuska lesz, hogy a Margó díjban lehetek jövőre zsűri, vagy hogy megkérdezik, hogy legyek zsűri. Az nagyon érdekes, ez az első könyves szerzőknek a díja, amit a Margón adunk át. És Viski András nyerte idén, mert hogy neki ugye, vagy tavaly, bocsánat, most jelent meg az első prózai művel. Kitelepítéssel. Ki volt az a kortárs szerző, mondjuk magyar, vagy akár külföldi, akitől mindent elolvastál? Hát most Tompa Andrától például mindent elolvastam, Knőzgortól is, hogy vannak ilyen nagy hullámok, amikor hogyha valakinek a hangja nagyon fontos lesz, akkor szeretném minél többet kapni belőle. Edward Louis ilyen, akinek most magyarul most 3 jelent meg, szóval hogy szeretek így életműveket olvasni. Hát, hogy akkor azon végig menni. Igen, igen. És akkor ebből jön a következő kérdés, hogy a nagyregény, vagy inkább a novella? De akkor gondolom a nagyregény, hogyha ennyire szeretsz egy történetbe, vagy egy író életébe így benne lenni. Én nagyon-nagyon nehezen olvasok novellát, és Abgariannak novellás kötete jelenik meg, úgyhogy ez külön érdekes lesz. Nem tudom a novellát jól olvasni, nagyon zavar, hogy ki vagyok rángatva, épp hogy belemerültem volna, már jön egy következő. Én a nagy regényeket nagyon-nagyon szeretem, amiben egy jó mélyre bele lehet süppedni, és jó sokáig tart. Pedig az egyik podcast témája pont ez volt, hogy mit jelent ma költőnek lenni Magyarországon, akkor kikkel beszélgettetek? Kemény István, aki a rajongásom egyik másik legnagyobb tárgya. Szerintem az egyik legcsodálatosabb magyar kortárs költő, és mindenkinek csak ajánlani tudom a verseit. Vele beszélgetünk, és nagyon szándékosan egy másik generációval is hívtunk mellé két lányt, Vida Kamillát és Zilahi Annát, és velük beszélgetünk arról, hogy mit jelent ma Magyarországon költőnek lenni, van-e még ez a fáklyával előre a tömeg előtt, és egy ilyen iránymutatás, az ő, nem tudom, munkájukban, vagy egyáltalán meg lehet ebből élni.
milyen ez a közeg. Én azt látom, hogy azért ez egy nagyon zárt közeg, az irodalmi közeg. Hogyan lehet elkezdeni, hogyan lehet megmaradni? Ilyesmiről beszélgettünk velük. Hogy tudsz megnyerni úgy fiatalokat, akikre mondjuk te gondolsz, hogy ők hatással lehetnek a mondjuk egy középiskolás korosztálya? Tehát kiket keresel meg ilyenkor? Említetted a rappereket, hogy ők lehetnek egy közvetítő? Az nagyon nagy vágyam, és még nem sikerült, hogy rapperek olvassák el a kötelező olvasmányokat velem. Hát itt ez a probléma, ezt el kéne olvasni, és még nem... velük megbeszélni. És hogy velük megbeszélni, és akkor de jó lenne, hogyha ők... De aztán volt egy magyar tanár vendégünk is, akivel erről beszélgettünk a magyar irodalom, vagy az irodalom érettségi kapcsán a kötelező olvasmányokról, hogy hogyan tudom, hát nem tudom, hogy tudom-e. Szóval nem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy én el tudok jutni gimnazistákhoz. Hívnak egyébként? Vagy a pedagógusok hívnak? Igen, ott azért próbálok személyes történeteket mesélni, hogy nekem mit jelent, hogy nekem milyen élethelyzetekben segített, hogy melyik volt az az érzés, ami így elhatalmasodott rajtam, és akkor mihez nyúltam. Iszonyú nehéz. Szerintem a munka, vagy az olvasás, az munka. És én is látom, hogy túl van stimulálva az agyunk, és nagyon nehéz ebből kiszakadni és leülni. Ma például a Hadikban volt 40 percen, mielőtt ide elinduljak, és ott volt nálam a Tél, az Ellie Smith-től, és már az zavart, ami régen nem zavart, hogy ment a zene, és mellettem ültek és beszélgettek, és nem tudtam olvasni. És azok a fiatalok, akik iszonyú közhelyeseket, mondatokat fogok mondani, de tényleg a TikTok 3 másodperces videók, zene, kép, iszonyú durva ilyen hatásokkal élnek, és ez a szint, mármint ami elér hozzájuk, és ami megüti az ő ingerküszöbüket, hát iszonyú nehéz abból elcsendesülni, leülni, koncentrálni, félrerakni a telefont, a számítógépet kikapcsolni, és egy fehér lapon fekete betűket olvasni. Hát ez tényleg iszonyú nehéz, nekem is, nem csak nekik. Úgyhogy hát ezt kéne valahogy áttörni, és nem egyetlenül tudom, hogy mi a megoldás. Hát a pedagógusoknak gondolom nagy szerepe van ebben, és van is egy ilyen podcast, aminek ez a címe, hogy a legfontosabb, hogy a tanár ne utáltassa meg az irodalmat a diákokkal. Hát ez abszolút jó. Igen, ott volt a vendégünk, ez az irodalomtanár, egy nagyon fiatal, fazekas gimiből, ami egy nagyon erős, az ország egyik legerősebb gimije. Tanár, aki nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy bevisz Borsik Miklós verseket, kortárs költőket, én is sokat voltam ott, költők is járnak be, Grecsótól kezdve mindenki. De hát azért azt mondja, hogy ez egy dolog, hogy az iskolában mit kap, nagyon fontos a család is. És ez a szociális közeg, amiből a gyerek hazamegy, vagy amiből elindul az iskolába. Igen. Még olyat kérdeznék tőled, hogy mi volt az idei év 3 kedvenc könyve? Ha mondasz, gyorsan 3. Még csak június van. Oké, van egy nagyon fontos könyv, ami tudom, hogy decemberben is a legfontosabb könyv lesz. Karin Smirnoff, a svéd író, aki az öcsém? Elmentem az öcsémhez a címe. 3 kötetes, 2 jelent meg magyarul eddig. Elmentem az öcsémhez, ez az első, a második pedig, hogy hazavittük anyát, nem tudom. Elvittük anyát éjszakra. Ez a két könyv az, ami volt egy hétvégém otthon, és nem kellett semmit olvasnom, és lekaptam a polcról, semmit nem tudtam róla, és nem tudtam abba hagyni, hogy a fiam homokozott, és ott volt velem a könyv, és mi bárhova mentem, vittem magammal. Összecsengett megint csak a valóságunkkal, egy családon belüli erőszakról szól, hogy ez a felnőtt nő mit él át az apjával, és az anyjával, és az öccsével a családon belül, és hogyan formálja az ő életét. Hát a skandináv szikárság és egyszerűség, és mégis iszonyú mélység, és nekem ez nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az például mondjuk tényleg középiskolában is elolvastatnám, mert nagyon fontos. Azt mondd meg, még légy szíves, hogy aki ennyit olvas, mint el, meg akinek ez a munkája tulajdonképpen tényleg egész nap, én egészen le vagyok döbbenve, hogy mennyit tudsz olvasni, tényleg, hogy ott mi a kikapcsolódás, mikor, mivel. Mert hogy azért az is kell. Hogy hát az olvasás, vagy... Azt úgy lehet, hogy az olvasás a kikapcsolódás, vagy úgy kikapcsolódás, hogy akkor az nyugodtan.
a saját örömödre. A naptára az úgy néz ki, hogy nem csak a munkák vannak benne, hanem az is, hogy melyik időszakban melyik könyvvel kell végezni, ugye? Mert vagy hát, hogy arra az időpontra el kell olvasni. És ez engem igazából annyira nem zavar. Szóval, hogy hát ez a legnagyobb problémám tényleg az életben. Nekem kell nagyon ügyesen beosztanom az időmet, hogy ez ne egy ilyen sürgető, rohanó munka legyen. Szoktam azért olyat csinálni, hogy elolvasok egy könyvet, és akkor abból nem csinálok könyvklubot, meg nem csinálok podcastot, meg nem írok belőle Instagram posztot, hogy ez maradjon meg, mert azért ez mindig egy ilyen teher, hogy én nem tartom magam egy jó írónak, hogy én megírjam, és akkor biztos, hogy úgy írjam, hogy téged is meggyőznek, hogy el fogod olvasni, és az átmegy ez az üzenet. Szóval, hogy ilyenekkel szoktam játszani, és egyedül lenni szeretek a legjobban, és akkor tudok feltöltődni. De általában akkor is van könyvvel. Köszönöm. Hogyha visszagondolsz, amikor elkezdtél olvasni, egyébként a TED beszédedet ajánlottuk, ezt megosztottuk, ez nekünk nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogy mi az, ami elsőként beugrik első könyvnek? Ha visszagondolsz, hogy kezdtél el olvasni, ez érdekes, ezen mi is gondolkodhatunk, vagy mindenki, ha visszagondol, akkor mi az, ami eszébe jut? Ez azért nehéz, mert a Tötyös és Csíkos könyvek vannak meg így a fejemben, a sorozat, amit a nővéremtől örököltem, és valószínűleg, de nem tudok címet mondani, de hogy emlékszem, hogy ez játék is volt, hogy rendezgettem, pakolgattam, sorba raktam és olvasgattam. Azt hiszem, az volt az első ilyen fontos, hogy már az enyém, hogy a nővéremé volt, de már az enyém, és ő is elolvas, és én is elfogom. És Janikovszki Éva volt még, aki így fontos, igen. Az aranyeső, vagy igen, akkor az aranyeső? Igen. És hogy állsz Szabó Magdával, ami szintén ilyen, hogy egész fiatalon, később, most? Hát úgy állok vele, hogy azt gondolom mindig róla valahogy, hogy ez a lányregényíró, romantikus történeteket mesél, és akárnyiszor neveztek egy Szabó Magdát a polcra, az olyan mélyre visz, mert nem az, és volt is Szabó T. Anna volt a vendégünk, amikor a Szabó Magdáról beszélgettünk, hogy úristen, mennyi mindent tudott az emberről, és miket meg nem írt. És a Bence belemélyedt, nekem nem jutott rá időm, a levelezéseit olvasott nagyon sokat, hogy azért hát, hogy tud, nagyon nehéz azt elkülönteni, hogy valaki milyen ember, és hogy milyennek a könyvei. És hogy Szabó Magda az élete végére azért nem lett egy nagyon szimpatikus ember. Legalábbis a Percétől ezt hallottam, majd én is bele fogok mélyedni az ő levelezésébe. Mégis egészen elképesztő az az életmű, amit ő hátrahagyott. És akkor még annyit mondjál, légy szíves, hogy a Krasznahorkait hogy olvassuk. Vegyünk egy nagy levegőt. Igen, ezzel is foglalkoztatok, és ez igen, azért érdekes. Krasznahorkai László nekem egy ilyen mumusom, mert csak azért is, mert ott lakik nem messze tőlünk a Pilisben, az erdőben, mint egy ilyen remete gyakorlatilag, és csak így hallani lehet, hogy a kalapjában megjelenik. Miközben azt is hallom róla, hogy a végtelenül kedves és nagyon előzékeny ember, én nem találkoztam. Igen, hát a Friderikusz interjúban abszolút... Hát azért ott voltak olyan mondatai, amik nem estek olyan jól hallani, de igen, szóval egy végtelenül... Nagyon, nagyon jámbor valaki, és én nagyon sajnálom, hogy van, ahogy Nádas Péter, Eszterházi Péter, Krasznahorkai László van, legalábbis bennem mindig volt egy ilyen félelem tőlük, hogy én ahhoz kevés vagyok, nem fogom érteni. Miközben le kell venni a polcra, és le kell ülni, és aztán megadják magukat ezek a könyvek általában. Én Krasznahorkai Lászlónál azt vettem észre, amit a Friderikusz interjúban ő maga is elmond, és a Nádasnál is nagyon fontos, ugye, amitől megszoktunk riadni, nincs központozás, és egy ilyen egybefüggő mondat, gyakorlatilag egy több száz oldalas regény, hogy hangosan. Én azt csináltam, amikor elvesztem, én felolvastam hangosan, amit nem értettem, elvesztem, és valóban olyan ritmusa van a szövegnek, ami egy idő után viszi az embert, és egészen elképesztő teljesítmény szerintem például a Sátántangó, és nem szabadna ennyire félni, hanem tényleg mindenkinek legalább egy próbát kell, és nem azt mondom, hogy a Sátántangó mindenkinek el kell olvasni, és mindenki imádni fogja, de hogy félelemmel biztosan nem kell hozzáállni. Mert... Egyébként a Friderikusz interjú után vitték a könyveket. Igen. Igen, sőt a zsömle oda van, aztán folyamatosan keresik azóta is. És akkor a végén felé egy meglepetést szántam neked.
Ha erről tudnál beszélni egy kicsit, meg a kisfiad és a könyvek és te és a könyvtár kapcsolatáról, ami már egy mondattal persze megemlítetted, de hogy az Instagramon láttuk, hogy ez volt az egyik kedvenc könyv. Igen, nagyon sokáig nagyon féltem, hogy... Egyrészt próbálom elengedni, ahogy majd az én gyerekem is ennyit fog olvasni, egyáltalán nem biztos, sőt, lehet, hogy ellenébe fog menni, és nem fog olvasni. De nagyon szeretném azért neki megadni azt, hogy legyenek könyvek már most körülötte, és hát nem tudtam, hogy hogyan kell ezt elkezdeni, mikor kell az esti mesét, az alvás előtti mesét elkezdeni. Aztán szépen lassan ráéreztünk, és ez egy nagyon fontos, ugye napi kétszer délutáni alvás előtt és esti alvás előtt nagyon fontos ilyen közös időnk, amikor én olvasok neki. És hát egészen elképesztő, hogy miket választ, mert ez öröm, hogy mik lesznek hirtelen a kedvenc könyvei, és a Kovács Bence kedvenc könyve című könyv valóban az elmúlt hónapok egyik kedvence, amin hangosan nevet, és arról szól a könyv, amit valószínűleg ő nem ért, de hogy én nagyon örülök, hogy ez most a kedvence, hogy Kovács Bence egy kisfiú, aki ül egy fotelben, és elkezd egy könyvet olvasni, és közben kalózok jönnek, és békák, és lovagok, és harc, és rengeteg mindent átél, és a végén derül ki, hogy ezt mind ő élte át, egy könyvben olvasta, és a könyvolvasás hatására élte át a fotelben, és hogy egyszerűen annyira gyönyörű, ahogy hát ezért olvasok én is, meg szerintem nagyon sokan, hogy leülünk egy székbe egyedül, és közben pedig mennyi élmény, mennyi tapasztalat, mennyi érzés tud velünk megtörténni. Úgyhogy ez a mesekönyv erről szól, és hát ez biztos, hogy ezt el fogom rakni. És majd felnőttként visszaadom neki. Köszönjük szépen. Hát lassan letelik az idő. Nem tudom, hogy a közönség soraiból valami kérdés, valakinek kérdése, amit kihagytunk könyvet, vagy ami hozzád kapcsolódik Instagram oldalról, ami kimaradt. Hogyha van egy ilyen időszak, amikor valahogy nagyon nem megy, és nem tudok olvasni, akkor hogyan lehet ebbe így visszarázódni, vagy mi az, amit elkezdjék ilyenkor? Nekem is nagyon sokszor van ilyen időszak, és az én taktikám, hogy akkor nem kell erőltetni. Szóval, hogy szerintem az embernek van ilyen, amikor vagy valami más történik éppen benne, és zajlik benne, vagy annyi dolga, hogy annyi minden történt, hogy túl telítődött, és én sem olvasok most a napokban, ma kezdtem el olvasni újra, de szerintem engedni kell, hogy ez ne egy ilyen teljesítmény legyen, vagy egy ilyen hajsza, vagy hanem hogy úgy is fog jönni valami. És én például abban is nagyon hiszek, hogy semmit nem olvasok, ami nem szólít meg. Szóval, hogy pár oldal után engem ez nem kap el, nem érdekel, akkor ezt félre rakom, szóval ilyen nyomás sem helyezek magamra extrán, mert hogy nincs értelme szerintem. Úgyhogy hát úgy is majd jön. És van esetleg olyan könyv, amit most a fiatal korosztálynak, tehát a gimnazista korosztálynak ajánlanál, ami egészen új? Tehát aki dilemmába volt eddig, hogy mit olvasson, mivel kezdje, az ha most bemegy a könyvesboltba, szerintem mihez nyúljon? Hát újat nem tudom, nagyon le vagyok én is maradva. Most ez a Bíró Zsombor Aurél nevű fiatal srácnak a könyve jelent meg a Margóra, és én még nem olvastam, de arra azt mondják, hogy ez most egy ilyen nagy generációs, szerintem nálam sokkal fiatalabb a szerző, és hogy ez egy szuper könyv. Felnövés történet, szülőkkel való szembenézés, sajnos nem tudom a címét, de azt én tudnám. Görcsi Péter könyve jelent meg a jelenkorn elő, egy pécsi srác, aki ugyanúgy azt hiszem az egyetemi éveit meséléltelen, orvosi egyetem, de ezt sem olvastam, szóval nagyon le vagyok maradva. Kemény Lilinek van egy nagyon érdekes új regény, ami a budapesti irodalmi életet és mindenféle életet nagyon felbolygatott, meg Kemény Lili megcsinálta azt Magyarországon, amit Knőzgor megcsinált Norvégiában, hogy megírta a saját életét 30 évesen, csak hát mindenki a saját nevén szerepel a regényében. Az ő édesapja Kemény István. Az SZF-én tanult a Lili, amikor az egész blokkád kialakult. Van benne egy nagyon érdekes szerelmi szál, szóval, hogy most ott áll mindenki. Én iszonyan élvezem, ott áll Lili, ott áll mindenki, és mindenki topog.
a Margon például, hogy hát én nem biztos, hogy ezt akartam volna tudni, ő meg ilyen végtelen szerényen, így áll, hogy mi a probléma ezzel. Egészen elképesztő. Igen. Úgyhogy ezeket tudnám most így hirtelen. Köszönjük, köszönjük szépen. Még valami kérdés esetleg? Hogyha arról lenne szó, nem követem az oldalát, mert, és lehet, hogy már van ilyen, egy alternatív kötelező olvasmánylista, hogy volt már erre gondolat, hogy ha nem, akkor lehetne, hogy legyen. Én ebből mindig nagyon, ez nagyon nehéz téma, mindannyiunkat érint, és én ezt a kérdést átdobtam ennek a magyar tanárnak amúgy, és ő megválaszolta itt ebben a Nem Rossz Könyvek podcastben, a 444-en megtalálod. Azt hiszem, hogy Szerbantal Utas és Holdvilágja rajta volt, ami szerintem tényleg egy elég jó választás a fiataloknak. Én mindig azt szoktam mondani, és ezzel nem válaszolok a kérdésedre, hogy szerintem ezek csodálatos könyvek, ezek a kötelező olvasmányok. Én a Covid alatt végigolvastam őket, és tényleg nagy élmény volt. Valamiben iszonyon beletört a picskám, és én sem értettem, és szóval egy nagyszerűen kéne mellé kortárs. És így párosítva lehetne szerintem ezt tök jól oktatni, vagy tanítani, vagy nem is tudom. Úgyhogy én nem mernék, én Krusovszki, Dénes, bármelyikét nagyon-nagyon ajánlanám a gimiseknek, Grecsó bármelyikét, a fiatal versírók, költők, bármelyik verse meg tudja szerintem szólítani ezt, akkor mindegy, csak azt lássák a fiatalok, hogy ezek az emberek nem csak halottak, és nem csak arról írnak, ami nem értünk, meg a történelemkönyvekből értünk, meg olyan nyelven írnak, amit nem is értünk, hanem hogy arról írnak, amit mindannyiunkkal van és történik. Úgyhogy Krusovszki, Grecsó, Szerbantal, Szabó Magda is szerintem tök jó lehet, nem csak fiúknak, vagy lányoknak, hanem fiúknak is. De én ebben nem mernék, én egyszer csináltam, én megfeltettem ezt a kérdést a Tóth Krisztinek, azt válaszolta, hogy Jóka itt úgy, ahogy van kivenni, és utána a Telex, HVG, Index, né, és kutyaürüléket raktak a postaládájába. Úgyhogy én ezt a topikot ezt elengedtem, mert azt látom, egy olyan forradalmi ügy a kötelező olvasmányok, hogy... Hát pedig milyen fontos. Hát pedig mennyire fontos, igen. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és szeretettel ajánljuk egyébként Annának az oldalát, az ottanna.hu. Tehát minden könyv, ami itt kint van, ismertető, olvasható róla, a könyvklubokon lehet értesülni. Nem tudom, mit hagytunk. És a podcasteket is felraktam oda, mert nagyon nehéz megfelelni őket, úgyhogy ott... Így van, tehát ott. És akkor el ne felejtsük a beszélgetéseket. Igen. Nem is tudom, az első talán a Vecsei H. Miklóssal készült, ugye a Margón? Egyébként mi onnan ismerünk, tehát aki ismer jól téged, igen. Az volt az első beszélgetés, igen. Amikor megjegyeztük, hogy ki az ott Anna. Hasinak köszönöm innen is, de hogy ez egy nagyon nagy elmaradásom, nagyon régóta nem frissült, de hogy ezt köszönöm, hogy most mondtad, mert akkor a nyárnak ez lesz a projektje. És én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és itt vagyok. Köszönjük szépen!